Máté evangéliumának 25. fejezetéből olvasunk, a 14. verstől 30. versig fennállva. Hallgassuk Isten igényét. Tehát Máté evangéliuma 25. fejezet 14. versétől olvasom. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél. Onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még azt is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Imádkozzunk. Drága Isten, szeretnénk elcsendesedni és alázattal jönni eléd, hogy megértsük azt az üzenetet, amit ma akarsz átadni nekünk. Szeretném, Uram, hogyha minél inkább te lennél itt jelen, minél kevesebb lenne belőlem, megalázom magam, és arra kérlek, Istenem, hogy te szólj hozzánk. Te legyél az, Uram, aki a szívünkhöz szólsz, és aki olyan üzenetet adsz, amely egyenesen a mennyből érkezik ma közénk. Amen. Foglaljunk helyet. Ismerjük Jézusnak a tanítási módszerét, hogy amikor valami nagyon fontos dologról beszélt, ami nagyon fontos dolgot akart elmondani, akkor gyakran használt példázatokat. Hogyha találkozott valakivel, akinek nagy vagyona volt, és a gazdaság megvakította, akkor mondott egy példázatot egy gazdag emberről. Vagy amikor olyanokkal találkozott, akik nagyon beképzelten viselkedtek, mondott egy példázatot az alázatról. A Máté 24-ben Jézus beszél az ő visszajöveteléről, és nem egy, nem is 2, még csak nem is 3, egyenesen 4 példázatot mond el. 4 példázatot mond egymás után ugyanarról a témáról. Érezhetjük, hogy Jézus itt valami nagyon-nagyon fontos dolgot szeretne elmondani. Valami rettentően fontos dolgot. Kérem a technikusokat, hogy a vetítést azt indítjuk el. Hoztam néhány példát a testvéreknek, amikor gondolkodtam ezen a példázaton. Talán most a diákoknak nagy örömére a vizsgaidőszak közeledik, és ez a kép talán ismerős lehet. Képzeljük el azt a történetet, hogy van egy tanár, bemegy a vizsgáztató terembe, kiosztja a tételeket, és meghagyja a diákoknak, hogy nekem most el kell mennem, ti dolgozzátok ki a tételt, írjátok le papírra, itt vannak a lapok, dolgozzatok,
hamarosan visszatérek, és meglátom, hogy mire jutottatok. Elmegy a tanár, néhány óra múlva visszaérkezik. Belép a terembe, és a diákok oda rohannak hozzá, hogy tanár úr, annyira vártuk már a tanár úrra, de tényleg azon veszekedtünk, hogy mikor fog jönni, hogy a csengetés előtt vagy után, mikor érkezik már meg végre. Valaki már el se akarta hinni, hogy visszajön, de mi tudtuk, hogy visszajön, és vártuk a tanár urat. És a tanár kérde, hogy na, akkor lássam a munkátokat. Ja, mi nem csináltunk semmit. Hát azok még üresek, mi csak vártuk a tanár urat. Mondok egy másik példát a következő képen. Képzeljük el, hogy egy édesanya oda megy a gyermekéhez, mondjuk a fiához, és megkéri, hogy drága gyermekem, most nekem el kell mennem, de légy szíves, a házat, vagy legalább a szobádat takarítsd ki. És este fele megérkezik az anyuka, oda rá hozzá a gyermek, hogy édesanyám, én annyira vártalak téged, már nem is tudtam, mit csináljak, itt ültem, számoltam a perceket. És amikor az édesanyja kinyitja a szobát, akkor ezt látja. És kérje a gyermektől, hogy hát, drága fiam, hát nem megkértelek valamire? Nem megmondtam, hogy visszatérek, és addigra intézel ezt a szobát? Hát de anyuka, én annyira vártalak téged, én annyira csak erre gondoltam, hogy mikor jössz már vissza? Talán érezzük ezekből a történetekből, hogy mennyire butaság lenne így viselkedni, akár egy diáknak, vagy egy gyermeknek. Nem tudom, hogy megtörténik-e ez a diákok részéről, vagy a gyermekek részéről, hogy így viselkednénk. De mennyire butaság lenne így hozzáállni egy dologhoz, hogy tudjuk előre, hogy jön, tudjuk előre, hogy hamarosan érkezik, tudjuk a feladatunkat, és nem teszünk vele semmit. A felolvasott példázat erről szól. Amiket én is mondtam, és itt az utolsó embernek a példázata taníthat minket arra, hogy hogyan kell tétlenül várni. Ugyanis nem arról van szó, hogy ez az ember nem várta volna vissza Jézust, aki nem tett semmit a talentummal, várta őt. Hogy ne várta volna? Tudta, hogy jön vissza az Ura, azért ást el ugye a talentumát, várta vissza. Egy nagyon fontos dolgot láthatunk még itt, nem vesztette el a talentumát. Nem is arról van szó, hogy az Ura azért lett rá mérges, mert elkeverte is, és elvesztette a vagyonát. Nem vesztette el. Elásta és megőrizte. És amikor visszajött az Ura, meg tudta neki mutatni, itt van, amit nekem adtál, a tied. Azt mondhatnánk erre az emberre, hogy hűséges volt, mert ugye nem veszítette el, amire megkérték. De a mennyben teljesen más dolog hűségesnek lenni. Nem meg kell őrizni csupán, amit kaptunk, hanem mit kell vele tenni? Kamatoztatni. Ez az ember, ez nem kamatoztatta azt, amit kapott. Megőrizte, nála volt, nem vesztette el, de nem fektette be. És mikor visszajön az Ura, ugyanolyan értelmetlen tekintetet látok magam előtt az Úrnak a tekintetébe, mint a tanár vagy az édesanyánál, hogy hát én nem értem, hogy ez hogy fordulhatott elő. Hát nem megmondtam neked, hogy mit kell ezzel tenned? Nem tudtad, hogy fogok visszajönni? Hát egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez hogy történhetett. Mondja az Úra neki, hogy hát ha te azt gondoltad rólam, hogy én egy kérlelhetetlen ember vagyok, aki ott is aratok, ahova nem vetettem, hát akkor miért tetted ezt? Miért ástad el? A saját szavaid ítélnek el téged. Ez a tétlen várakozás. Amiről szeretném, ha ma tudnánk beszélni, az a tevékeny várakozás. Elég sok karácsonyt megéltünk már legtöbben. Gyülekezetben nőttünk fel, hányszor hallottuk már az adventi igehirdetéseket, karácsonyi történetet. Felteszem a kérdést, hogy megértettük-e azt, hogy miről szólnak ezek az igehirdetések? Megértettük-e azt, hogy mi ennek a lényege? Hogy tudják, a testvérek kisbabát várunk, és akárhányszor ránézek a feleségemre, és látom, hogy egyre inkább gömbölyödik a hasa, engem az figyelmeztet valamire. Arra figyelmeztet, hogy készülnöm kell. Készülnöm kell, hogy mire megérkezik a baba, addigra kész legyen neki a hely, a ruhák, minden, ami kell, ott legyen neki. Képzeljük el, hogy ha megszületne a baba, és már egyből tudna beszélni, és azt látná, hogy én semmit nem készültem, csak nagyon vártam, akkor megkérdezhetné, hogy hát édesapa, hát nem tudtad, hogy jövök? Nem láttad hétről hétre a jelét annak, hogy itt vagyok mindjárt? Nem látod azt, hogy már csak napok vannak hátra? Nem láttad a jelét ennek? Ugyanezt próbálta Jézus elmondani, amikor arról beszélt, hogy nem látjátok az időknek a jelét? Ez a föld állapotos. Halálnak az állapotában van, a pusztulásnak az állapotában van, és ha körülnézünk, azt látjuk, romlik ez a föld, romlanak az emberek, látjuk azt, hogy ez az állapotos időszak hamarosan véget ér.
hamarosan vége lesz ennek a várakozásnak. Én érzem a bensőmben, de szerintem legtöbben elmondhatjuk, hogy ha körülnézünk ebben a világban, azt látjuk, hogy az Úrnak a visszajövetele az már itt van az ajtóba. Már csak talán egy-kettőt kell annak az órának még ütnie, és megérkezik. És amikor Jézus megérkezik, vajon mit fog nekünk mondani? Azt, hogy hát gyermekem, hányszor mondtam neked, hogy visszajövök? Nem értetted meg? Gondolkodjunk ezeken a dolgokon, és szeretném, ha kicsit tovább tudnánk menni. A következő példázat, amiről Jézus beszél egyből ezután, az az utolsó ítéletnek a példázata. Nagyon jól ismerjük, gondolom, ezt a igét is, nem szeretném még csak fel sem olvasni, amikor ugye Jézus maga elé állítja az utolsó ítéletnél az embereket, és ketté választja őket. És azt mondja az egyik résznek, hogy éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Kérdezem a testvéreket, hogy értjük azt, amit hallunk. Értjük, hogy miről beszél Jézus az utolsó időknek a kapcsán. Az advent és a karácsony már nem nekünk kell, hogy szóljon. Ezeken a falakon belül hányszor hallották már az emberek Jézusnak a születésének történetét, visszajövetelének a hírét. Körülnézek a testvérek között, és nem igen látok olyan arcot, aki nem tudna róla. Hogy mi a mi feladatunk? Én úgy hiszem, hogy túlmutat ezeken a falakon. Túlmutat ezeken a falakon. Nem biztos, hogy nekünk kell még 95-ödjére is végighallgatnunk a történetet, amit már olyan jól ismerünk. Nem lehet, hogy olyan embereknek kellene továbbadnunk, akik még egyszer sem hallották. Akik számára Jézus még csak egy jászóban fekvő kisded, és nem is tudják azt, hogy hamarosan, mint egy dicsőséges, hatalmas hadvezér, győztes király visszatér a földre. Hogy olvastuk a Jelenések könyvében, hogy íme eljön fel őkön, és meglátja őt minden szem. Siratja őt a föld minden nemzetsége. Azok is meglátják, akik átszegezték. Közeledik ez az idő. Ahogy nézzük az időknek a jelét, azt látjuk, hogy itt van már, mindjárt itt van. Nagyon-nagyon fontos az, hogy mi keresztények ismerjük ezt fel, és ami adventünk, az ne tétlent advent legyen, hanem tevékeny advent. Mit értek tevékeny advent alatt? Enni adni az éhezőnek? Inni adni a szomjúzónak? Felruházni a mezítelent? Meglátogatni a beteget? Elmenni a börtönbe? Jézus ezt értette a tevékeny advent alatt. Nagyon érdekes ez a történet, amit az utolsó ítéletről mondott Jézus, amikor azt mondják, ugye, akik nem mehetnek be az ura, az ünnepi lakomára, hogy hát de uram, itt valami félreértés lehet. Hát mikor voltál te beteg? Hogy is lehet az Úr beteg? Hát ezt nem tudjuk megérteni. Jézus beteg volt. Mikor voltál te éhes? Hát nem tudtál volna a kövekből magadnak enni, valót készíteni? Szomjas? Hát a vízen jártál ugyan már. Mikor voltál te börtönbe? Miért kerültél te börtönbe? Hogy kerülhetett az Úr börtönbe? Mikor voltál te mezítelen? Hát ez nem igazságos. Azt se tudjuk, milyen ruhát viseltél. Hát ez, ránk ez nem igaz. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy amikor ezt nem tettétek meg egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem nem tettétek meg. Nagyon érdekes ezeket a történeteket elolvasni. Belegondolok Jézusnak a helyzetébe, ott vannak körülötte a tanítványok, a nép, és érzi azt, hogy nem sokára elhagyja ezt a földet. Érzi azt, hogy nem sokáig lesz már itt tanítványai között. Látja előre, hogy milyen nehézségek, milyen veszélyek fenyegetik majd az ő népét, és beszél nekik arról, hogy az emberfiának Jeruzsálembe kell mennie, meg kell halnia, de fel fog támadni, és vissza fog térni. És tudja azt, hogy a tanítványoknak milyen sokat kell majd várni. Nem tudta a pontos idejét, de tudta azt, hogy sokan el fognak aludni. És mondott nekik 4 példázatot. Hadd húzzam alá még egyszer. 4 példázatot egymás után Jézus mind ennek az egy témának szentel. Hogy a tanítványok és az ő népe megértse, hogy vissza fogok jönni, akkor is, ha azt hiszitek, hogy kések, és feladatom van a számotokra. Feladatom van a számotokra. Visszagondolok az elmúlt adventjeimre, karácsonyraimra, és azt kellett meglátnom, egy nagyon fájdalmas felismerés volt. Nagyon sok karácsonyt elszalasztottam.
Megvoltak az ajándékok, megvolt a karácsonyfa, megvolt a szép gyülekezeti alkalom, énekeltek a fiatalok, énekelt az énekkar, szép versek, bizonyságok, jelenet, minden megvolt, csak a karácsony nem volt meg. Minden ott volt, csak a lényeg nem az életemben. Azért, mert az én várakozásom egy tétlen várakozás volt. Vártam az ajándékot, vártam a szünetet, de nem vártam azt az Istent, aki visszatér. Nem vártam tevékenyen azt az Istent. Tudtam, hogy visszajön. Gyerekkoromtól kezdve tudom, hogy visszajön, és várom azt a napot, mikor meglátom őt. De ez a várakozás nem volt tevékeny várakozás az életemben. Hadd kérdezem meg tőled, mikor adtál utoljára enni egy éhezőnek? Mikor adtál inni egy szomjúzónak? Mikor látogattál meg egy beteget? Mikor mentél el a börtönbe meglátogatni egy ott levőt? Mikor ruháztál fel egy mezítelent? Nem szeretnék zsákba macskát mondani senkinek, ezért mondom el a testvéreknek, amit jól tudunk az igéből, hogy ezek a kérdések lehet, hogy el fognak hangozni, mikor Isten előtt állsz. Ott nem fogjuk tudni kibeszélni magunkat, hogy hát Uram, de nekünk nem ez volt a missziónk, nem kaptunk erre vezetést tőled. Mi más dolgokat végeztünk? Ez nem az én feladatom volt. Ezek a kérdések el fognak hangozni, és azt mondja majd az Úr, hogy amikor ezt egyel is megtetted a legkisebbek közül, velem tetted meg. Lehet feltenni a kérdés, hogy hát, de hol vannak ezek az emberek? Hát, akiket én ismerek, mindenki jólétben él, szeretjük egymást. Arra bátorítlak, hogy nyisd fel a szemed. Csak nézz körül Pécelen, nem is kell messzire menned. Csak nézz körül Magyarországon. De nyugodtan utazz el egyszer Ukrajnába vagy Szerbiába, és olyan dolgokat fogsz látni csupán a szomszédainkba, hogy az embernek leesik az álla, és azt látja, hogy sokkal több éhező van, mint gondoltam. Sokkal több szomjazó van, mint ahogy gondoltam volna. Mi itt Európában olyan körülmények között élünk, hogy el sem tudjuk képzelni. Kristálytiszta ivóvízben fürdünk. Ez a világnak nagyon sok területén elképzelhetetlen. Ez a pocséklás, ahogy ők mondanák, akiknek nincs mit inni, azt, hogy kristálytiszta ivóvízben fürödhetünk minden nap. És mégis panaszkodunk, hogy nem vagyunk elég gazdagok, mint a XY, meg valamelyik másik ország. Szeretném bátorítani a testvéreket arra, hogy értelmezzük egy kicsit át ezt az adventi időszakot. Amikor látjuk ezeket a gyertyákat, ez egy figyelmeztető jel legyen a számunkra, hogy feladatunk van. Megemlékezünk természetesen az Úrnak a születéséről, amely pillanat megváltoztatta ezt a föld bolygót. Egy új időszámítás kezdődött, és megváltozott a világunk. De előre is tekintünk arra, hogy feladatunk van. Az egyik dalszerző, Keith Green írta az egyik énekében, hogy a világ a sötétségben alszik, és a bűnben. De a keresztények nem segítenek rajtuk, mert a világosságban alszanak. Elgondolkodtam nagyon ezen. Eszembe jutott Jézusnak az a mondás, amit Lázárról mondott, nem halt meg, csak alszik. Nem tudom, hogy Jézus hány gyülekezetéről mondhatná el ma ezt, hogy hát még nem halt meg, csak alszik. Jó mélyen el tudunk mi aludni a saját dolgainkba, saját programjainkba, saját jólétünkbe, saját szórakoztatásunkba. Én azért imádkozok, hogy Isten ébressze fel az ő egyházát itt Magyarországon. Ébressze fel a baptista egyházat, ébresszen fel minket arra a feladatra, amire elhívott minket. Néha nagyon sokat tudnak mondani a mesék. Azt gondoljuk, hogy a mesék a gyerekeknek valók, akik nem értik még meg az igazán komoly dolgokat, de szeretnék most egy olyan meséről mesélni, ami nagyon való a felnőtteknek is. Sokan talán jól ismerjük azt a cipészmestert, akinek Panovapó a neve. Szegénységben élt, nem volt nagy vagyona, egy kis házikója volt benne, egy kemencével, egy kis ágyikóval és egy kis műhelyel, ahol tudott dolgozgatni. Nem volt nagy vagyona, a legnagyobb kincse egy kicsi dobozban volt. Két pár apró cipő, életének legjobb alkotása, úgy őrizte fent a polcon, hogy ez egy hatalmas érték. Közeledett a karácsonynak az ideje, este felé Panovapó leült a kis székébe, elővette a polcról a megsárgult foltos bibliáját, és szép lassan elkezdte olvasni a karácsonyi történetet. És ahogy elolvasta,
elkezdett gondolkodni, hogy hú, ha Jézus most jönne el, olyan szívesen befogadnám. Hát nem igaz, hogy lehetett az, hogy nem volt neki rendes hely? Hát ha ide jönne az én falumba, hát én kinyitnám neki az ajtót, jöjjön hozzám. Aztán olvassa tovább, hogy a bölcsek milyen nagy ajándékokat adtak neki, és azon gondolkodott, hogy hú, hát én mit tudnék neki adni? Hát én szegény vagyok. Nincs mit, amit tudnék neki adni. Hát akkor mégsem jöjjön hozzám. Te aztán azon gondolkodott, hogy á, megvan. Ha Jézus eljönne hozzám, akkor neki adnám ezt a két apró cipőt. A legnagyobb kincsem, ami van, neki adnám. Csak az övé lenne. És hogy ezeken gondolkodott, Panovapó szépen lassan elhámosodott, és az álom elnyomta az ő szemét. És ekkor egy hangot hallott, amely így szólt hozzá. Panov bácsi, az öreg ember felpantant székéből. Szürke bajsza remegett, amikor megkérdezte. Ki az? Ki van itt? Senkit sem látott, mégis úgy érezte, rajta kívül még van valaki a szobában. Panov bácsi, szólt ismét a hang. Azt szeretnéd, hogy meglátogassalak. Ajándékot akarsz adni nekem. Holnap erre fogok járni. Figyeld hát az utcát hajnalhasadtától szürkületig, és találkozni fogsz velem. De vigyázz, nem fogom megmondani, ki vagyok. Neked kell felismerned engem. Ismét csend telepedett a szobára. Panov bácsi a szemét dörzsölgette, de nem látott senkit. Kintről harangszó hallatszott, megérkezett a karácsony. Ez csak ő lehetett, dünnyögte bajsza alatt az öreg cipészmester. Ez Jézus volt. És ha csupán álom volt az egész, akkor is egész nap várni fogom és remélni, hogy meglátogat engem. De hogyan ismerem majd fel? Hisz nem maradt mindörökre kisded, férfi lett belőle. Király, azt mondják, Isten volt. Az öreg ember lehajtotta a fejét, és elmélázott. Nagyon jól kell megfigyelnem az utcát, nehogy észrevétlenül elmenjen mellettem. Panov bácsi nem feküdt le ezen az éjszakán. Fonott székében ült, szemben az ablakkal. Ébren figyelte, mikor köszönt be a hajnal. Lassan megjelentek az első napsugarak a domb felett, és bevilágították a hosszú, kanyargós, maskököves utcát. Járókelő azonban még nem jelent meg a házak között. Befűtött a tűzhelybe, föltette a jókora adag kávét, de félszemmel állandóan az ablakot figyelte, nehogy a várva várt látogatója észrevétlenül tovább menjen. Végre megjelent valaki. Egy közeledő ember alak volt kivehető az utcán. Panov bácsi dobogó szívvel a jégvirágos ablaküveghez szorította az orrát. Talán éppen Jézus érkezik, gondolta magában izgatottan. Azután kiábrándulva visszalépett az ablaktól. Nem Jézus volt az, csak a minden héten errefelé járó öreg utcaseprő haladt háztól házig, talicskájával és seprűjével. Panov bácsi rossz kedvűen bámult ki az utcára. Azután elfordult az ablaktól. Fontosabb dolgom van nekem, gondolta magában, sem hogy az öreg utcaseprőt figyeljen. Fontos vendégre várok, Istenre, a királyok királyára, Jézusra. Csak akkor fordult vissza, amikor már úgy vélte, az utcaseprő elhaladt a ház előtt. De az öreg ember még mindig ott volt az utca szemközti oldalán, talicskája mellett átfagyott kezét dörzsölgetve, fázósan topogott a hidegben. Panov bácsi hirtelen megsajnálta. A szerencsétlen ember szemmel láthatóan nagyon fázott, és ráadásul éppen karácsony napján kellett dolgoznia. Kikopogott neki az ablakon, de mivel az utcaseprő nem reagált, kinyitotta hát az ajtót, és onnan szólította. Hé, barátom! Az utcaseprő félve emelte fel tekintetét. Az emberek gyakran durván bántak vele munkája miatt. Ám megnyugodott, amikor észrevette Panov bácsi arcán a széles mosolyt. Gyere, térj be hozzám egy csésze kávéra, invitálta barátságosan a cipészmester. Úgy látom, csontig átjárt a hideg. Az utcaseprő otthagyta a talicskáját, és belépett az öreg műhelyébe. Köszönöm, mondta. Nagyon kedves tőled, igazán nagyon kedves.
Panov bácsi megkeverte a tűzhelyen lévő edényben a kávét. Ez a legkevesebb, amit tehetek, mondta, anélkül, hogy megfordult volna. Utolvégre karácsony van. Az utcaseprő szipákolva válaszolta. Ez minden, amit én karácsonytól kaptam. Átvette Panov bácsitól a csésze kávét, majd oda csorogott a tűzhelyhez, egy kicsit felmelegedjen. Nyírkos ruhájából fanyar illatot terjesztő pára szállt fel. Panov bácsi visszasétált az ablakhoz, és az utcát bámulta. Vendéget vársz? Kérdezte az utcaseprő komoran. Úgy értem, rendeset, nem olyat, mint én vagyok. Panov bácsi lehajtotta a fejét. Hát, hogy is mondjam, hallottál Jézusról? Kérdezte. Jézus ugyanaz, mint Isten, nem? Nos, őt várom ma, mondta Panov bácsi. Az utcaseprő meglepődve pillantott fel, aztán lassan beletörölte órát kabátja ujjába. Panov bácsi ekkor elmondta neki az egész történetet. Ezért le sem állandóan az utcát, fejezte be. Várom, mikor érkezik meg. Az utcaseprő a tűzhely szélére helyezte a kávés csészéjét. Hát akkor sok szerencsét, mondta, és már indult is az ajtó felé. Egyébként köszönöm a kávét, fordult vissza, miközben az arcán első ízben jelent meg a mosoly. Odakint fogta a talicskáját, és tovább indulva folytatta munkáját. Megjelentek az első járókelők. Néhány részeg az éjszakai mulatozás után támolyogva kereste az utat otthona felé. Ünneplő ruhába öltözött családok indultak rokonaik meglátogatására. Sokan udvarias főhajtással köszöntek Panov bácsinak, aki cipészműhelye ajtajában állt. Az öreg nyájasan visszanozta a köszönést, azonban senkit sem állított meg, hiszen mindnyájukat ismerte. Akire ő várt, az nem falubelie. Éppen vissza akart térni szobácskájába, amikor valaki fölkeltette a figyelmét. Egy fiatalasszony botorkált a házak tövében. Sovány volt, arca fáradt, ruhája kopottas, karjaiban kisgyermeket tartott. Már-már elhaladt a cipészműhely előtt, amikor Panov bácsi megszólította. Jó napot, fiatalasszony! Gyertek be, melegedjetek fel egy kicsit nálam! Az asszony ilyetten rezzent össze a hangra, s indult is volna tovább, csak hogy a jó indulatú fény Panov bácsi szemében bizalmat ébresztett benne az öreg iránt. Köszönöm, nagyon kedves magától, mondta a fiatalasszonyka, miközben belépett a cipész műhelybe. Panov bácsi azonban csak vállat vont. Semmiség, felelte. Úgy látom, alaposan átfáztatok. Messzire mentek. A szomszédos faluba, válaszolta nyíltan a fiatalasszony. 4 mérföldet kell még gyalogolnunk. Ott lakik a rokonom, akit meg szeretnénk kérni, hogy fogadjon be bennünket. Ahol eddig laktam, nem maradhatok, mert nem tudom fizetni a lakbért. Ugyanis férjem elhagyott. Panov bácsi közelebb lépett hozzá. Van kenyerem, főzök levest, és megebédelünk, jó? Ám a fiatalasszony büszkén megrázta a fejét. Rendben van, de ennek a kicsinek azért adunk egy kis meleg tejet, mondta az öreg. És azzal már is kivette a kisgyermeket édesanyja kezéből. Ne aggódj, nekem is voltak gyermekeim, tette hozzá csillogó tekintettel. Melegítek egy kis vazék tejet, majd megetette a kisdedet, aki egész idő alatt vidáman gőgicsélt, és jókedvűen rugdalózott az öregember ölében. Nicsak, kiáltott fel Panov bácsi. Hát nincs neki cipője. Nem volt miből venni neki, tört fel a keserűség a fiatalasszonyból. És Panov bácsi agyát erősen ostromolni kezdte egy gondolat. Megpróbált nem figyelni rá, de a gondolat csak nem hagyta békén. Végül is felállt, és megint levette a polcról azt a dobozt, amelyben élete legszebb művét, a 2 kis gyermekcipőt tartotta. Felpróbálta őket a kisded lábacskáira, és azok furcsa módon tökéletesen megfeleltek neki. Hát akkor használja őket egészséggel, mondta gyengéden. A fiatalasszony nem tudta elrejteni örömét. Hogyan hálálhatnám meg jóságát? Kérdezte örömtől reszkető hangon. Panov bácsi azonban nem is figyelt rá, megint az ablakozás, az utcát nézte árgus szemmel. Remélem, gondolta, nem haladt el Jézus, miközben én a gyermeket etettem. Történt valami? Kérdezte a fiatalasszony.
Hallottál Jézusról, aki karácsonykor született? Fordult vissza hozzá az öreg cipészmester. A fiatalasszony bólintott. Őt várom, mondta Panok bácsi. Megígérte, hogy ma meg fog látogatni, és elmesélte neki álmát, ha egyáltalán álom volt az, amit az éjjel történt vele. A fiatalasszony figyelmesen végighallgatta, aztán, bár tekintetőből látszott, nem veszi komolyan az egészet, kedvesen megérintette az öreg kezét, és így szólt hozzá. Remélem, az álom valóra fog válni. Megérdemli, hogy valóra váljon, már csak azért is, amiért ilyen jó volt hozzám és a gyermekemhez. És ezzel ő is folytatta útját. Múltak az órák, az emberek jöttek, mentek az utcán. Panov bácsi figyelmesen fürkészte az arcokat. Jézus nem volt közöttük. Lassan szorongás vett előtt rajta, lehet, hogy Jézus már elhaladt erre, csak ő nem ismerte fel. Lehet, hogy éppen akkor haladt el az ablak előtt, amikor ő egy pillanatra elfordította tekintetét, vagy föl kellett megpiszkálni a tüzet. Nem volt türelme a fonott székben ülni, fölkelt, megint kiállt az ajtó elé. Különféle emberek jártak az utcán. Gyermekek és öregek, koldusok és nagymamák, jókedvű és komor arcú emberek. Egyesekre Panov bácsi rámosolyodott, másoknak biccentett. A koldusoknak pénzt vagy kenyeret adott, de Jézus csak nem érkezett meg. Amikor beesteledett, Panov bácsi elvesztette minden reményét. Sűrű, decemberi ködereszkedett alá, járók elők ritkulni kezdtek, és felismerhetetlen homályos árnyakká váltak. Az öreg cipészmester szomorúan gyújtotta a lámpáját, rakott a tűzre, és készített magának vacsorát. Utána elővette könyvét, beletelepedett nagy fonott székébe, de szíve túlságosan bánatos volt, szeme túl fáradt ahhoz, hogy olvasni tudjon. Csak álom volt az egész, motyogta bánatosan. Pedig nagyon akartam hinni benne, nagyon szerettem volna, hogy meglátogasson engem. Szemüvege mögött két nagy könycsepp homályosította el tekintetét. Egyszerre, mintha megváltozott volna a szoba. Könnyein át Panov bácsi menetelő emberáradatot vett felfedezni kicsiny műhelyében. Ott voltak az utcaseprő, a fiatalotlan gyermekével, és mind a többiek, akiket aznap látott, mindenki, akit aznap köszöntött. És ahogy elhaladtak mellette, azt suttogták neki. Hát nem láttál engem? Tényleg nem láttál engem, Panov bácsi? Kik vagytok? Kiáltott az öreg cipészmester. Mondjátok meg, kik vagytok? Egyszerre ugyanaz a hang töltötte be a szobát, amelyet előző éjszaka is hallott. De hogy merről jött, azt Panov bácsi most nem tudja megfejteni. Éhes voltam, és adtál ennem. Szomjas voltam, és adtál innom. Nem volt ruhám, és felruháztál, amikor ma segítettél az embereken. Nem csak rajtuk segítettél, velem is jót tettél. És megint csend telepedett Panov bácsi szobácskájára. Szemében a könycseppek felszáradtak. Tiszta tekintettel szétnézettem, senkit sem látott. Lám-lám, szólt akkor csendesen, hosszú, szürke bajszat pödörgetve. Szóval mégis itt volt. Elgondolkodva csóvágatta a fejét, majd elmosolyodott, és kicsiny, kerek szemüvegön mögött, megbújt szemében ismét felvillant a megszokott vidám fény. Egy egyszerű mese, amelyet talán többször kellene nekünk felnőtteknek is elolvasni. Hadd olvassam fel még egyszer ezt az igét. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebbek atyám fiai közül, velem tettétek meg. Én kívánom a testvéreknek, hogy ez az advent legyen számukra találkozás ideje, amikor minél több találkozásunk lehet Istennel. És ahogy ebben a történetben is hallottuk, Isten nagyon gyakran embereken keresztül fog megjelenni talán nekünk. Olyan embereken keresztül, akiknek segíthetünk, akiknek mondhatunk egy jó szót, akiket meglátogathatunk. És kívánom, hogy ez az advent hadd legyen számunkra egy tevékeny advent. Egy olyan advent, ahol nem mulasztjuk el a karácsonynak a lényegét, hanem megragadjuk azt. Amen.